Csakkiből ütöltük, 2 év után végre ismét Református Zenei Fesztiválnak ad otthont a Bakács tér. Az idén 4 helyszínen kerül megrendezésre a fesztivál, egész nap ma itt a Bakács téren, és ugye este 9 órakor a várva várt zsoltáros fáklyás menet, amivel a hitünket megvallhatjuk mi is az utcán, és az emberek szemébe nézve mondhatjuk, hogy református protestáns keresztjének vagyunk. Szeretettel köszöntök tehát mindenkit itt, és aki rendszeres részvevője volt eddig a fesztiválnak, tudja, hogy most a nyitó istentisztelet következik, és Steinbach József dunántúli református püspök úr ige hirdetését hallgathatjuk majd mindannyian, és közösen énekelhetünk. Az apostol szavaival köszöntünk mindenkit, kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hűszájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot, mivel már anya ülben is volt mindig gondja ránk, a sok jót mellyel állt, ki sem mondhatja szám. Nos, kincséből az Úr jobb ikességet adjon, hogy szívünkben a kert víg is derűs maradjon, ne hagyja híveit bóbajban sohasem, a rossztól óvja meg, így kül lesz életem. Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Én szívből kívánom, és ezért imádkozom, köszönöm a szervezőknek, hogy ezt a előttünk álló néhány napot, majd a Műpap Fesztivált is, az egész református zenei fesztivál rendezvény sorozatát töltse meg ez a krisztusi öröm, hogy öröm töltsen el bennünket minden körülmények között, hogy örömünk teljes legyen, és hogy örömre tudjunk hangolni másokat, és úgy legyen. Amen.